valami olyanról is szól, amihez meg valahogy mindannyiunknak köze van, ami az alkoholizmus vagy az alkohol. A vasútállomáson ment, hogy hazautazzék Pestre. Az állomás térszomszédságában természetesen volt egy kocsi. Kérdeztem én tőled, testvér, van a pénzed vagy nincs? Gyere, ülj át az asztalunkhoz és rendelj magadnak, amit inni szoktál. És ha tegyük fel, választanod kéne a sör, a cigaretta és én köztem, hogyan választanál? Össze is házasodhatunk, ha akarod. Ha szeretlek is, ezen még gondolkoznom kell. Körülbelül 3 idősíkunk is van, így tehát 3 hajnócink is lesz. Félt minden nőtől, mert minden nap érezte a hiányukat. Nem elsősorban a testi szerelem hiányát, hanem azt, hogy legyen valaki, akivel megbeszélheti a bajait. Akire munkája közben gondolhat, akivel elmehet moziba, beszélhet a filmről, konyak vagy kávé mellett, ez lesz szóban. Ne hagyja, hogy haszontalanul menjen el az idő. Használja ki a lehetőségeit. A fiú mély lélegzetet vett, mint aki érzi. Életrajzának kényes pontjaihoz érkezik. Csak egy pillanatig habozott, letagadja-e vagy sem? Hogy ott hagyta a szülői házat és összeházasodott egy kurvával. Van a zsenge hajnóci. Van a hajnóci, aki még bírta a szeszt. És van az érett hajnóci. Akkor még bírtam a szeszt. 30 perc múlt el a 3 órából, mire a feleségem hazajön majd. Most már mindenképpen berúgok, de holnap semmiképpen sem töltök rá, és beveszem az antikot. Lesz sok mindenfélénk. Mozgó falaink, vetítésünk, zenénk, báb. Ez a szoba is a részegséggel együtt, mint amikor forog az emberrel a szoba, mert szédül. Hogy ez a mozgás, ami be van írva, ez csak egy ilyen icipici kis imbolygása ezeknek a falaknak. Ez volt az ötlet, hogy a hajnócik címbe beleolvadjanak a díszletbe, és ilyen 70-es évekbeli ruhátra hasonlító jelmezőik legyenek. Tehát az az alapötlet, hogy nem jó a zene. Hibák vannak benne, tehát hamisan van énekelve, rontások vannak benne. Tehát most ne jegyjétek meg. Oh. Oh.